nem tudom, mennyire emlékeznek a történetre. 2006. októberében volt egy önkormányzati választás, ahol Balla Irma megnyerte a saját körzetében az önkormányzati választáson a posztot. Ez a debreceni 4-es számú egyéni választókerület volt. Majd alig egy hónappal később egészen brutális körülmények között meggyilkolták őt. Arról most én igazán hosszan nem beszélgetnék vendégünkkel, hogy a nyomozás során milyen hibák jöttek elő, és hogy miket követett el a nyomozóhatóság. Ez a bírósági tárgyaláson igen szemléletesen előkerült. De beszélnünk kell mindarról, ami történt az elmúlt egy évtizedben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ön Balla Irma fia. Így van. Ezt azért kell leszögezni, mert amikor az embert azzal vádolják, hogy a saját édesanyját öli meg, az a társadalmi megítélésben is egy nagyon, nagyon súlyos, még a szokásos gyilkosságoknál is sokkal durvább, brutálisabb helyzet, és nyilvánvalóan ez ki is sugárzik arra, akit ezzel megvádoltak. Tehát nem azzal vádolták, hogy bűnös, azzal vádolták, hogy az anyját ölte meg. Így van. Én is azt gondolom, hogy normális körülmények között felnövő, normális ésszel bíró ember ilyet nem tesz. Normális körülmények között nőtt fel? Jó viszonyban volt édesanyjával? Én teljesen a megszokott anya-fiú viszonyban voltam édesanyámmal. Édesanyám egyébként is eléggé családcentrikus volt, és úgy gondolta, hogy a családjáért ő mindent megtesz, úgyhogy nem különbözött semmiben a szokásos talán. Volt jelentkező arra, hogy ő ölte volna meg? Ugye ez elő is került, egyrészt jött egy ember, aki azt mondta saját magáról, másfelől pedig hát a nyomozás során különböző szálakat keresett a rendőrség. Hogy maradt egyedül gyanúsított? Erről van információja? Én úgy gondolom, hogy az első rendőrségi nyomozás az rendkívül felületes volt, és olyan következtetéseket vontak le, amik nem voltak helytállóak. Az igaz, hogy például a nyom rögzítők nem találtak új lenyomatot a saját házában az édesanyjától? Ez igaz, illetve tőlem is egy darab új lenyomatot találtak, ami a saját csupromon, a saját asztalomon volt, amiből egyébként az előző este ittam a teát, tehát nem volt meglepő, hogy rajta van az én új lenyomatom. És ezt az egy új lenyomatot találták meg tőlem is. A gyilkos eszköz előkerült. Az is elég kalandosan. Így van, ugye volt egy beismerő vallomás édesanyám meggyilkolását illetően, amiben az ezt beismerő ember megemlítette, hogy mi a gyilkos eszköz. Korábban ez ugye a rendőrség számára a nyomozás során nem derült fel, de ekkor előkerült, és igazából ez a feszítő vas, amiről szó van, ez hozzáférhető volt akkor, de miután ez szóba került, a rendőrség azután sem foglalkozott vele, és az ügyvédelmen én voltam az, akit ezt a bíróságra bevitte, hogy bizonyítékok közé kerülhessen. Azért ez egy elég érdekes eljárás, így első hallásra is. Na jó, nézzük azt, ami végül önnel történt. Mennyit töltött börtönben? Körülbelül 2x1 évet. Ezek előzetes. Előzetes letartóztatásban. Először voltam egyszer előzetes letartóztatásban, amikor meggyanúsítottak, illetve első fokon, első körben kaptam 12 éves börtönbüntetést, és ekkor visszakerültem egy újabb évre. Majd kiderült, hogy ártatlan. Igen, az ítélőtábla megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte az első ítéletet, megismételt első fokú eljárásban pedig bizonyíték hiányában felmentettek. Megvan a gyilkos? Azóta a nyomozás újraindult, és az Országos Rendőrfőkapitányság tudomásom szerint olyan DNS nyomokat talált a lakásunkban, amik a korábban a gyilkosságot beismerő emberre utalnak. Ez szerintem elég egyértelmű. De hát 10 év telt el azóta. 10 év alatt az embernek akkor is megváltozik az élete, ha semmi extra nem történik vele, csak hát eltelik egy évtized. Az öné az mindenestől kifordult nyilván. Egyrészt elvesztette az édesanyját, másrészt megvádolták azzal, hogy ön miatt vesztette el. Harmadsorban meg hát az egész élete folytathatatlanná vált úgy, ahogy élte akkor. Most igazából a per tárgya az, hogy mennyit él egy élet, nevezetesen nem az édesanyjai, hanem most már a sajátja? Mivel engem
bizonyíték hiányában mentettek fel, ezért jelen pillanatban ez nem egy kártérítés, hanem egy úgynevezett kártalanítási ügy volt, amikor kizárólag az előzetes letartóztatás miatt elszenvedett károkért próbálnak kárpótolni, és magáért az ügyért nem, csak ami konkrétan az előzetes letartóztatáshoz köthető. Az ügyért akkor lehetne kárpótlást kérni, hogyha meg lenne az ítélet az ügyben, hogy ki követte el ezt így van, valójában? Tehát amennyiben születik egy ítélet a valódi tettessel kapcsolatban, akkor egyértelművé válik, hogy nem csak, hogy nincs bizonyíték ellenem, hanem én nem is lehettem semmiképpen sem az elkövető, így perújíthatok. A bűncselekmény hiányában arra változtathatják a felmentésemet, és ezután lehet szó egy esetleges kártérítésről az egész üggyel kapcsolatban. Mióta mondhatja magáról azt, hogy bírósági ítélet által is ártatlannak vallhatja magát? Igen, tehát az én felmentésem az jogerős, és már akkor, amikor ez jogerőre emelkedett, akkor is harcoltam azért, hogy kimondják a bűncselekmény hiányában négy dolgot, tehát hogy elismerjék konkrétan, hogy én nem is lehetek az elkövető. Ez akkor nem történt meg, de remélem, hogy a jövőben erre még sor kerülhet. Hogy él most? Ugye egyetemista volt akkor, amikor... Így van, sajnos az előzetes letartóztatásom miatt az egyetemi tanulmányaim megszakadtak, kétszer is. Azt a szakot, amit eredetileg elkezdtem, azt nem tudtam befejezni. Az mi lett volna? Csak a gazdasági informatikus 5 éves képzésben vettem részt eredetileg, és utána később ez a szak ez megszűnt, tehát áttértek a BSC-s, MSC-s képzésre, és emiatt én is csak egy BSC-s diplomát tudtam szerezni szintén gazdasági informatikából, amire később ugye átjelentkeztem. A környezete visszafogadta? A közeli, hozzám közel álló emberek, a családom, a legjobb barátaim, azok végig kitartottak mellettem az ügy során is. Ők természetesen nagyon pozitívan viszonyultak hozzám, mind az eljárás közben, mind utána. A saját családja nem vádolta, hogy mit tett? Nem, semmi. Felmerült bennük? Nem, ők ismertek engem is, édesanyámat is, ismerték a viszonyunkat, így egyáltalán nem merült fel ennek a lehetőségesen bennük. Ők nagyon sokat segítettek az ügy során, és velük a kapcsolatom is természetesen megmaradt, és van, akivel még ennek függvényében szorosabbra is fűződött. Akikhez viszont lazább kapcsolat fűzött, azok közül sokan lemorzsolódtak így az évek folyamán. Sok bántás érte? Úgy gondolom, hogy volt, ugye, mikor egy ilyen dolog felmerül, aki kevésbé ismeri az ember, az hajlamos odaszólni, vagy bántóan reagálni ilyenkor az emberre. Hát ez előfordult. Remélem, hogy ahogy telik az idő, és egyre újabb dolgok derülnek ki, erkölcsileg is próbálnak engem helyre tenni így ebben az ügyben. A kártalanítás ellen az ügyvédjével olyan 27 millió forintig jutottak, amit az állammal szemben követelésként fel tudtak sorakoztatni. 10 milliót ítélt meg első fokon a bíróság, gondolom fellebbeznek. Jelen pillanatban még nem kaptuk meg az ítéletnek a részletes indoklását. Amennyiben ezt az ügyvédem megkapja, akkor összeülünk és megtárgyaljuk, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban. Van olyan rész, amivel elégedettek vagyunk. Nem vagyoni jellegű kártérítésben megítélték a teljes összeget, amit mi kértünk. A vagyoni jellegűben viszont, amikor elmaradt jövedelemre és az egyetemi tanulmányom kiesésére, ilyesmire hivatkoztam, ott jelentősen eltér az általunk kért összeg a megítéltől. Látta a helyszínt? Már milyen helyszínt? Hát a bünti helyszínt akkor. Én találtam meg édesanyámat. Próbáljon ne arra a képre emlékezni, ha rá gondol. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött.